Több mint 2000-en csatlakoztak a Fussa rákgyógyításért elnevezésű akcióhoz idén. Családok, baráti társaságok együtt futottak, hogy segítsék a rászorulókat. Mi ketten jöttünk a lányommal, illetve a két kutyánkkal, és a taktikánk az az lesz, hogy lassabban, de minél tovább bírjuk a futást, én nem vagyok edzésben most. Az eseményen sportszervezetek is képviseltették magukat, a tagok együtt teljesítették a távot. A közös volt szakosztálytól érkeztünk egy kb. 9-en. Taktikánk az lesz, hogy szívvel, lélekkel részt veszünk a futáson, és mint szoktunk, beleadunk mindent. Minden ilyen megmozdulás fontosnak tartunk, ugye együtt mi is egy csapat vagyunk, közösen ugyanez a helyzet itt is, hogy valakiért valamit tudunk tenni, akkor együtt közösen megmozdulunk. A Fussa rákgyógyításért elnevezésű akciót a Dél-Dunántúli Postásese indította el. Az évek során több mint 23 ezeren, összesen 21 millió forintot futottak össze a Pécsi Tudományegyetemhez köthető nőgyógyászati daganatos betegekért alapítvány javára. 2019 óta a PTS sportirodája szervezi a futást. Most már harmadik éve mi rendezhetjük a PTS sportiroda ezt a remek kezdeményezést. Valamikor a pécsi postások indították el, több 8-9 rendezvényük volt, és utána egy közös megbeszélés után átvehettük. Ez az ászlóshajónk, egyrészt szeretünk sok embert sportolni látni, másrészt pedig én azt gondolom, hogy nem ilyen buta kis panel az, hogy jónak lenni jó és segíteni jó. Az irodánk alapvetően egy ilyen mentalitású iroda, és borzasztóan örülök annak, hogy talán a legtöbb embert látjuk most itt együtt bemelegíteni, aztán majd futni a rákgyógyításért. A jótékony célú futóverseny kedvezményezettje 2019 óta az Eurakviló Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány, akik minden évben életmentő, életminőségjavító készülékeket vásárolnak a befolyt összegből. Az alapítvány daganatos gyermekek kezelésében segít. Pécsre évente 30-40 rákos megbetegedéssel újonnan diagnosztizált beteg fiatal kerül. Ahogy próbáltam elmondani, a közös összefogás, egymás támogatása, ez vezet igazán eredményre. Ilyen egy kicsit a futás is, tehát ez egy önként vállalt kellemetlenség, ha nem kerget senki éppen. És így együtt, közösen sokkal könnyebb tenni valamit. És az alapítványnak is ez a célja. Hát végigfutom a távot remélhetőleg. Nem vagyok nagy futó, de mégiscsak ezért megéri. A mai rendezvényen befolyt támogatásból például egy levegőfertőtlenítő készüléket fogunk beszerezni a gyermekklinika részére. Ezzel lehet csökkenteni a fertőző betegségek rizikóját. Az Euroakvilo alapítványnak segítünk. Ez egy gyermekhospice és onkológia szolgálat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek a legfontosabbak itt most ebbe a témába, hiszen ők a jövőnk, és bízunk benne, hogy tudunk segíteni. A rajt 3 percen keresztül tartott, mire a mezőny vége elindult, az élboly már a táv felénél járt. A futókat a célegyenesben a vívó szakosztály sorfala fogadta.